Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Csokonai Tagovoda intézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszöntöm Önt is. Június 13-án tartották a Dériné Kulturális Központban a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus napi ünnepségét. Hogyan értékeli, hogy sikerült ez a rendezvény? Egy nagyon színvonalas rendezvény volt ez. Én azt gondolom, hogy kellően meg vannak ünnepelve ezáltal az óvodapedagógusok, és egy színvonalas műsor keretében adják át az város, illetve az intézményi díjakat. Ugye ezen a napon, ezen a rendezvényen, vagy ennek a rendezvénynek a keretén belül díjakat is adtak át. Az egyik díjazott Ön volt, Karca kultúrájáért díjat vehette át. Szeretettel gratulálunk ehhez az elismeréshez. Milyen út vezetett idáig? Hogyan telt a pályája eddig gyakorlatilag? Én 1999. szeptember 1-én kezdtem meg óvodapedagógusi munkámat a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül. Akkor a Takács Péter úti óvodában kaptam óvodapedagógusi állást, és hát 2003-tól 2007-ig gyeden voltam a gyermekeimmel, és akkor 2007-ben jöhettem vissza újra óvodapedagógusként, akkor a SZIM tagovodában kaptam állást. Ez egy nagyon kellemes érzés volt nekem, hogy oda mehettem vissza, mert én gyermekként ott voltam óvodás, ott tölthettem el a szakmai gyakorlatomat, és olyan emberek közé mehettem vissza dolgozni, akiket nagyon jól ismertem, és olyan ember volt a vezetőm ott, Balajtini Sütő Margit, akihez nagyon sok kellemes élmény kötött fiatalabb koromról. 2010-ben volt egy lehetőség, hogy a Csokonai úti óvodának a tagovoda vezetője lemondott, és lehetőség volt arra, hogy megpályázzam. Én éltem ezzel a pályázattal, a vezetőim, az intézmény vezetőim támogattak ebben, és a pályázat elbírálása úgy alakult, hogy én vehettem át 2010. július 1-én a tagovoda vezetői állást ott a Csokonai úti óvodában. Mennyivel másabb feladatokat jelent egy tagovodát vezetni, mint mondjuk egy csoportot, egy óvodai csoportot? Mennyiben más feladatai vannak? Hát a felelősség jóval nagyobb, bár az is elég nagy felelősség, hogy a gyermekeket felkészítsük az iskolai életre, de most teljesen az óvoda minden anyagi és tárgyi felszerelése az én felelősségem alá tartozik, illetve 16 ember munkáját kell koordinálnom, őket kell irányítanom, bármilyen rendezvény vagy óvodai dolog történik, akkor azt nekem kell, mindenért én vagyok a felelős, tehát nekem kell ezeket kézben tartani és jelentenem a vezetőim felé, hogyha bármi probléma vagy pozitív dolog történik. Miért ezt a hivatást választotta? Mikor döntötte el, hogy óvónő lesz? Hát elég későn döntöttem ezt el, hogy én ilyen pályára szeretnék menni. 14 évesen én az egészségügyet választottam, hogy majd az lesz az én hivatásom, és Gábor Áron gimnázium és egészségügy szakközépiskolában tanultam, ott érettségiztem 95-ben, és az érettségi előtt, amikor be kellett adni a felvételi jelentkezési lapokat, akkor döntöttem úgy, hogy kicsi gyermekekkel szeretnék foglalkozni, és két lehetőség volt, védőnői pályára, illetve óvónői pályára adtam be a jelentkezést, és az óvodapedagógus is sikerült, úgyhogy 96-ban kezdtem el a főiskolát Szarvason. Mi a legszebb a hivatásában, mit szeret benne a legjobban? Azt, hogy gyermekekkel lehetek, és örök gyermek maradhatok. Mindig mosolyognak, rengeteg érzelmet adnak az embernek, állandó szeretet van bennük, és ez nagyon nagy erőt ad az embernek a mindennapi munkájához, hogy egy olyan csoportba léphet be, ahol mindig mosolyognak rá, szeretik, ölelik. Munkája mellett a Dériné Kulturális Központban néptánc oktatással is foglalkozik, a Toporgók néptánc csoportot vezeti. Honnan jött ez a szerelem, mikor került ez be az életébe? Én amikor a főiskolára kerültem 96-ba, akkor az óvodapedagógusi szak mellett egy másodszakot választottam, ez a gyermektáncoktatás volt, és ebből a diplomámat 2000 márciusában szereztem meg, és arra a főiskolán megkezdődött ez a szerelem, és akkor úgy éreztem, hogy ezt muszáj továbbvinnem. Amikor bekerültem a Madarász Imre Egyesített Óvodához, akkor a vezetőim lehetőséget nyújtottak arra, hogy három óvodában
néptáncot taníthassak. Ez a Takács Péter úti óvoda volt, a Táncsics 19-es számú óvoda, illetve a Csokonai úti óvoda, illetve nem jól mondtam, 4 óvodában dolgozhattam, mert a Jókai úti óvodában is volt egy néptánc csoportom. És ezt mindaddig csináltam, amíg kismama nem lettem, és el nem mentem szülni, és akkor Oroszné Milinkov Ferita 2003. novemberében kézen fogott, és azt mondta, hogy próbáljunk meg közösen egy néptánc csoportot elindítani itt Karcag városában, és legyenek enyémek a kicsik, mert hogy az én végzettségem ő hozzájuk szól, ő pedig a nagyobbakat fogja irányítani, és akkor lehetőséget kaptunk a Déri Nék keretén belül, hogy ott termet biztosítottak nekünk, és elindíthattuk a néptánc csoportjainkat. Egy picit térjünk már még vissza az óvodai néptánc oktatásra. Ez előtte ennek volt hagyománya, vagy ezt ön kezdte el ezt oktatni gyakorlatilag az óvodákban? Én erről például nem tudtam, hogy volt ilyen néptánc oktatása most már ugye tagóvodákban. Óvodapedagógus akkor még nem volt, aki néptáncot tanított volna az óvodákban, úgyhogy én voltam az első, aki gyermektáncoktatóként is működött az óvodában. Azóta már többen megszerezték sikeresen ezt a végzettséget is. És a szülők ezt hogy fogadták? Tehát, hogy éltek a lehetőséggel, vagy ez délelőtt, úgymond idézőjelben órák? Ez nevelési idő belül volt, délelőttönként. A szülők nagyon örültek neki. Minden szülőn azt lehetett észrevenni, hogy ez örömmel tölti el, mert ez egy olyan hagyomány, amit érdemes fenntartani, és a gyermeknek csak az előnyére válik az, hogyha megismerkedik a hagyományokkal, a népi kultúrával. Úgyhogy nagyon örültek a szülők, nekik is nagyon sok kisgyermekem volt. A 15 és 25 fő között mindig volt a csoportlétszám. Azt említette az előbb, hogy 2003 óta van, vagy foglalatoskodik a Déri Nék Kulturális Központban néptánc oktatással. Hogyan működik ez a Toporgók néptánc csoport? Mit lehet erről tudnunk? A legkisebbekkel foglalkozom én. Jelen pillanatban 3 éves kortól 6 éves korig vannak nálam a gyermekek. Hetente 2-szer működik ez a néptánc csoport. Most ebben az évben kedden és csütörtökönként működik. 5-től 3/4-6-ig van minden alkalommal, minden héten. Mi a jellemző? Kislányok mennek inkább szívesebben, vagy vannak kisfiúk is? Egyáltalán mi ennek a csoport működésének a célja? Tehát itt magát a néptánc lépéseket tanítják a gyermekeknek, vagy inkább ez még csak egy ilyen rávezető? Hogyan működik ez? Főleg kislányaim vannak. Vannak kisfiúk is, de ők kevesebb létszámmal. Őket ilyen kicsi korban nehéz még megfogni erre. A célja pedig, én nem néptánc, igazából nem néptáncot tanítok nekik. Tehát itt a cél az, hogy megszeressék a népi zenét, hogy megismerkedjenek a népi gyermekjátékokkal, és az alapvető lépéseket gyakoroljuk, illetve a zenei egyre próbálom őket megtanítani járni, hogy érezzék a zene ritmusát, és amikor feljebb kerülnek egy nagyobb csoportba, akkor már könnyebben sajátítsanak el bonyolultabb tánclépéseket. Gyerekek szeretik a népzenét, vagy inkább a mai modernebb zene felé hajlanak? Tehát aki mondjuk elkezd ebbe a néptánc csoportba járni, tanulni, akkor utána ők tovább mennek, vagy sok gyermek úgymond kihullik ebből a körből, ebből a közösségből egy idő után? A gyermekek többsége, én azt tapasztalom, hogy tovább viszi ezt a vonulatot. Ez nagyban függ egyébként attól, hogy az otthonról mit hoz magával a gyermek. Azok a gyermekek, akik hozzám járnak, ott azt érzem a szülőkön, hogy ők is szeretik ezt a fajta zenét, és szeretnék azt, hogy a gyermekük szívvel, lélekkel csinálja ezt a gyermektáncot az én esetemben. És mivel az iskolákban is van mód és lehetőség, hogy tovább táncoljanak, így nagyon sok esetben olyan van, hogy olyan iskolába íratják, ahol működik a táncoktatás. De mennek föl a Dérini nagyobb csoportjaiba is. Lehet-e már ilyen kiskorban, kisgyermekkorban kimagasló tehetségekkel találkozni? Tehát akinek vagy nagyon jó ritmusérzéke van, tehát ki lehet-e úgy szúrni egy-két gyermeket, hogy igen, ők valószínűleg majd nagy néptáncosok lesznek? Vagy ez még így nem jellemző ilyenkor? Hát ilyenkorban még nem igazán, de mindig van egy-kettő olyan, aki kimagasló a többi között. Ez van, hogy otthonról hozott képességeket, öröklött képességeket hordoz magában, de általában mindenki egyformán
teljesít. Most ugye elkövetkezik majd a nyári szünet a Dérinében is. Mikor, várhatóan mikor indul majd a szakkör, a következő szakköri év, és aki esetleg kedvet kapna, hogy beiratkozzon a Toporgók Néptánc csoportba, az hogyan, milyen módon teheti ezt majd meg? Most majd e hónap végével véget ért tényleg ez az év, és majd október legelső hetében szokott újraindulni mindig a szakköri foglalkozás, és hát lehet, ha ki szeretne jönni és kedvet kapott ehhez a tánchoz, az elég, ha a Dérinében a kolléganőknél jelzi, hogy szeretné gyermekét hordani ezekre a foglalkozásokra, és október legelső hetében addigra eldől, hogy mely napokon van a foglalkozás, akkor sok szeretettel várok bárkit. Az elmúlt időszakban merre kaptak bemutatkozási lehetőséget, hol léptek föl ezek az apróságok? Nagyon sok lehetőségünk van megmutatkozni. A Szent György napi Mihály napi sokadalmak keretén belül a Györfi Néptáncgálán mutathatták meg, hogy milyen ügyesen táncolnak. Az Aprólábak Néptáncgálán léptek föl januárban. Most legutóbb egy nyílt óránk volt május 30-án szerdán a látogatóközpontban, a májusvaki táncolás keretén belül mutathatták meg a gyerkőcök, hogy milyen ügyesen mozognak ők már a zenére. Merre lesz a következő bemutatkozási lehetőség, hol lesz fellépése a gyermekeknek? A következő fellépésünk az június 30-án a Birka Főző Fesztiválon lesz. Ott fogunk fellépni egy kis rövid műsorral. Na hát kíváncsian várjuk majd ezt a bemutatkozást, egy picit térjünk már még vissza a pedagógus napi ünnepséghez, a díjhoz. Hogyan fogadta, mikor értesült arról, hogy díjat fog kapni? Június legelején kaptam meg a hivatalos értesítőt, de május végén egy vezetői gyűlés alkalmával az intézményvezető tájékoztatott bennünket arról, hogy kik azok a személyek, akik föl vannak terjesztve erre a díjra az önkormányzat felé, és június legelején kaptam meg a hivatalos levelet a polgármester úrtól, hogy ebben az évben engem ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehetem ezt a díjat. Mit gondol, mit érez, mit jelent önnek ez a díj? Nagyon boldog vagyok, nagy büszkeséggel tölt el, hogy erre érdemesnek találtak, mint a intézményvezetőim, kolléganőim, mind az önkormányzat képviselői. Rengeteg munka van ezáltal már bennem, és tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy itt megállhatok, hanem tovább kell dolgoznom, és egy életen át érdemesnek kell mutatkoznom erre a díjra. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt, és még egyszer szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.